Emlékszem, hogy ő azt kérte, hogy ne beszéljek a gyerekekkel erről, ne beszéljek mással se erről, mert mi lesz, ha falakon kijut. Amikor ezt meghallottam, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy őt egyetlen nem érdekli az, hogy itt hány gyereket és hogy bánt az igazgató, és ennek milyen következményei vannak, hanem csak az érdekli, hogy ne jusson ki a falakon kívül. Orbán Viktor és a fideszes pedofil hálózat mindent elkövetett azért, hogy a bicskei gyermek otthonban molesztált gyerekeket örökre elhallgattassa. Novák Katalin által szabadon engedett K. Endre éppen azért ült börtönben, mert hamis tanúvallomások aláírására kényszerítette az áldozatokat. A Fidesz szerint ez nem bűn. K. Endre kegyelmet kapott, és azóta is szabad lábon van. Mi, a Demokratikus Koalíció fiataljai épp azért jöttünk ma ide, hogy szembesítsük Orbán Viktor bűneivel, és a fideszes pedofil hálózat áldozataival. Itt mellettem a hangszóróból a bicskei gyermek otthonban bántalmazottak, és az ügyet jól ismerő, korábbi dolgozók hangja hallható. Kényszerített arra, hogy a nyilatkozatát azt megmásítsa, vagy visszavonja. Én azzal a fiatallal találkoztam előtte nem sokkal. Maradt a csend addig, amíg az egyik gyerek öngyilkos nem lett. Az a gyerek, aki segítséget kért tőlünk. Kiment a vonat elé. Jó sikerült gyerekvédelem. Orbán Viktor mindent elkövetett azért, hogy ne hallja az áldozatok hangját, mi most elhoztuk neki. Teszünk róla, hogy a saját fülével is hallja azoknak a gyerekeknek a történetét, akiket a fideszes pedofil hálózatnak dobott oda. A Fidesz semmibe veszi, megalázza és elhallgattatja az áldozatokat. Pontosan azért, hogy soha senki ne tudhassa meg, hogy a fideszes pedofil hálózat a törvények felett áll. Van olyan áldozat, aki sajnos már nem tudja elmondani, hogy mit tettek vele, mert a történtek hatására önként vetett véget az életének. Különböző pszichés problémákkal küzdenek. A szenvedélybetegségről ne is beszéljünk, de hát ez már hosszú-hosszú évek óta kísér bennünket. Nem csak az történt, hogy mondjuk kiengedték az egykori igazgatóhelyettest a rossz börtön körülmények közül, hanem egészen egyszerűen tisztára mosdatták. És ez egy iszonyatosan nagy felháborító dolog. Útnak engedték, mit útnak engedték rá, eresztették a társadalomra. Ezért kell felderíteni és elszámoltatni Orbán pedofil hálózatát az utolsó szexuális ragadozóig, hogy Magyarország újra egy békés és biztonságos haza lehessen, ne pedig az orbáni pedofil hálózat ragadozóinak vadászterülete.